Sziasztok! Hello! Itt vagyunk a Szigetköz helyett, hatos öbilítő csatornán. Haladunk a korral, befelé, a Tiszató közepe felé, és ha már így van, megragadnánk az alkalmat, hogy válaszoljunk a wobbleres kérdésre. Olvasószemüveget hoztál? Nem, amúgy. Nem is, így törölgettem ki, hogy ne legyen 600 oldal, így a kis képeket, meg mindent. Na tessék, sziasztok! Elsőként az időjárási körülmények érdekelnének, hogy van olyan csali, ami napos időben jó, még másik esős időben, másrészt, ha a következő filmben tudnátok egy kicsit beszélni a gumibékákról is, azt megköszönném, István viccei a legjobbak. Mondjuk ezt mindenki tudta. Köszi szépen. Azóta sokkal könnyebb így forgatnunk, amióta megtudtuk a kommentekből, hogy igazából senkit nem érdekel a horgászás, mindenki csak az én vicceim miatt nézi a holahalt. Igazán jól esik. Ha már horgászni nem tudtok megtanulni belőle, legalább röhögjetek. Kedves Viktor, hogy vagy te ezzel az időjárással, meg a gumibékákkal? Én az időjárás jó barátságban voltam eddig, de ez a másfél nap, ez úgy azért eléggé betette az ajtót, ez a front most így becipzározta a halaknak a száját. Én nekem vannak teóriáim. Mi van mire fogni? Így van, vannak teóriáim, hogy hullámzó vízben, felhős időben rikítóbb csali, a tükörvizen meg inkább az élethű. Ott volt a bajom. The Danger Acid sliderek és a twitch-elés technikákat is szívesen látnám egy videóban. Sziasztok! No. Úgy lesz. Azt én át tudom mondani, hogy Viktor mindenhez ért, de én, amióta Viktorral horgászom, még soha nem láttam se twitch-elni, se slidereket dobni. Ettől még csináltunk róla egy videót. Hát a twitcherést én úgy gondolom, hogy inkább így ilyen pisztrángozásnál szokták twitchelni, kimozdítani az inaktív pisztrángokat vele. Arra nagyon jó a módszer, valószínű, hogy hasonlóan de ilyen csukára meg sügére, meg ilyenekre is twitchelni, azt láttam. Nézzük a következő kérdést. Annyit elmondhatok, hogy a Guide Miami-ban twitchelve rángatta a jerkbaitet, és aztán én is. Ádám Kis. Sziasztok! A wobbler rezonanciája, mozgása, vagy a színe a fontosabb szerintetek? Homemade wobblerekről vélemény? Köszi. Benne vagy a ágba. Lejött, jó. Ez egy tök jó téma. Én nem állítanák itt sorrendet, hogy a rezonancia fontosabb, vagy a szín. Mind a kettő fontos. De várjál, úgy gondolod, hogy én azt hittem, hogy sokkal, de sokkal nagyobb mértékben játszik közre a rezonancia, mint a szín. Rosszul gondoltam? Nem gondolod rosszul. Mert úgy értem, hogy én azt gondoltam, hogy alapvetően az, hogy, de ezt hogy hogyan lehet rezonál egy wobbler, az, ami a kis halnak a mozgását imitálja, és hogy az mondjuk azt a hal az oldalvonalával is érzékeli, és hogy a színnel kapcsolatban meg csak ilyen találgatások vannak, hogy most egyáltalán látja, nem látja. De ebből a kettőből alakul ki a ragadozóba egy olyan kép, ami a kulcsingert kiváltja magát, a kapást, hogy meg kell azt tenni, vagy meg kell támadni. Én úgy gondolom, hogy nem véletlenül vannak ezek a nagyon rikítók, nagyon sokszor ki lehet váltani vele. Én is egyre gyakrabban használom, ugye amíg nem voltak ennyire nagyon menő ilyen fotónyomtató vagy nyomtatással készülő gumihalak, addig azt mondtam, hogy ugye a wobblereknek nincsen ellenfele, de már most vannak olyan mintázatú gumihalak, amik simán felveszik a wobblerekkel is így színvilágba a versenyt. Úgyhogy én eddig azt hittem, hogy az egyértelműen ez csak egy ilyen másodlagos dolog, ami a szín. Igen, tehát hogy ahhoz képest, hogy hogyan mozog és imitálja a kis halat, a szín az egy ilyen
az egy ilyen másodlagos kérdés, de akkor lehet, hogy ezt így rosszul gondoltam. Hát, én szerintem nem lehet így első meg másod, mind a kettő fontos lehet. Van, amikor egyik a fontosabb, van, amikor a másik. Ez ilyen elég meteorológus válasz. Jó, de mondjuk ehhez hozzá lehet kötni a következő kérdést, ami az, hogy mennyire számítanak a színek, és van esetleg olyan, hogy nyári vagy téli szín, illetőleg, hogy a színekkel esetleg mennyire tudunk válogatni halfajok között. Van. Szerintem ez nagyon jó kérdés, és szerintem lehet válogatni a színekkel a halfajok között, és az a... Ez azt jelenti, hogy bizonyos színű műcsalit legyen az bármilyen, ez a hal vagy az a hal eszik, a másik meg nem eszik? Hát jobban eszik, inkább úgy mondom. Én azt vettem észre, hogy ezeket a nagyon természetes, természetközeli csalikat, az jobban eszi a csuka, a süllő az meg inkább a rikítót. És így sügérnél is azt mondanám, hogy inkább a rikító az, amit jobban eszik. Régebben azt mondtam volna a balinra is, hogy jobban eszi a természetes színűt, de mostanában annyi... Hát idén szinte csak így van. Ízével ilyen sugar színű rikító volt. Mostanában szinte attraktorral fogtuk az összeset, úgyhogy mindegyiknek megvan a maga helye. Legyen nálatok attraktor, meg természetes színű is. Na ez a durva, hogy ezt nem egy ilyen csali gyártó mondja, hogy vegyél meg mindenfélét, de aztán a vége mindig ez, hogy legyen ilyen is, meg olyan is. Mindenképpen kell sötét, világos, rikítós, meg úgy azért egy-két egyéb. Én nem vagyok annak a híve, hogy mit tudom én, van egy ezüst hátú, narancsos tokájú, vagy citromos tokájú, vagy pirosas, hogy akkor annyi különbség. Vannak olyan wide pergetők, akik ezt is nézik. Én erre nem fókuszálok, de az, hogy most mit tudom én, sárga színű, vagy fehér, az fontos lehet. Tök sok ilyen külföldi videóban látom azt, hogy azt mondják, hogy a fekete például ilyen koszosabb vízben az jobban működik, és hogy ilyen kontrasztot csinál. Nagyon kell, mondjuk Wobblackben már így láttam, itt ott megjelent, de például a fekete gumihalat nem is nagyon látok. Én régen használtam ilyen fekete színű gumihalat, de én tiszta vízbe fogtam vele nagyon sok csukát. Makai 990. Szerintem a wobbler a legnehezebb, de a legédesebb vele a halfogás. Érdekesség, 15 év pergetés után még nekem is van újdonság. Ki gondolná, hogy a Dunán 80 méter zsinóron méretörővel víz közt fényes nappal harcsa jön? Én nem gondoltam volna. Közben azért nyomkodom ezt, ami a kezemben van, mert egy ormatort irányítok vele, amivel előre haladunk. Hát igen, azért a wobbler az a pergetésnek úgymond a csúcsa. De egyébként ez nem ilyen személyes fétis? Tehát, hogy tudom, hogy vannak, akik mondjuk csak wobbler dobnak, és nem gumiznak. Sőt, már hallottam olyan beszélgetést, amikor valaki azt mondta, hogy az igazából számára nem kihívás, hogy gumival fogjon halat, és hogy a wobblerezés az igazi pergetés, vagy hogy az, ami neki igazából... Hát sokkal nagyobb ismeret meg tudás kell ahhoz, hogy wobblerrel fogjál halat. Már ugye nagyon be kell azt lőni, hogy a mélységet hol megy, színét hol van a hal, könnyebben leakad, könnyebben benn marad, kevésbé rizikózik vele az ember, úgyhogy talán igaz, meg tudom erősíteni, de hát egyik se könnyű. Lásd, itt vagyunk, alig fogtunk halat. Volt, aki nem is fogott a csapatból. János Márton, vagy Marton, 76-72. Nagyon jók az oktató jellegű videók, gratulálok. Bocs, de rájöttünk, hogy mostantól csak hülyéskedni fogunk, úgyhogy nem lesznek már ilyenek. Jó lenne pár mondatban szó lenne a wobbleres pálcákról is. Természetesen nem márkákról, light, medium, heavy, fast, extra fast, ultra stb. Fast. Figyeld meg, csomó. Köszönjük előre is, az operatőrnek külön gratulálunk. Nagyon sok olyan kérdés jön, ami kb. Szerintem önmagában megérne egy komplett
videót, most egy elkezdeni a botokról beszélni, amik kimondom wobbleres botok, bár ez is egy ilyen, ez nekem is mindig egy kérdés volt, hogy hát maga a wobblerezést, az mitől úgy, hívunk egy botot egyáltalán wobbleres botnak? Ugye úgy kell elképzelni, annak is rengeteg válfaja van, ugye vannak a jerk botok, amik kemény feszesek, mind a jiges. Ugyanez igaz a... Ő mondjuk a fast vagy az extra fast, ultra fast. Igen. Ugye amikor dobot húzod, amit mondtam a csukás filmben is, akkor arra meg jobb egy kicsit utána nyúlósabb, hogy amikor megfogja a hal, akkor ne ránts ki a szájából, hanem legyen idő a horognak rendesen beülni. Ezt hívjuk wobbleresnek mondjuk? Vagy wobbleres karakternek? Hát amikor tehát azt mondhatjuk, hogy az egy lágyabb, spiccű bot? Nem csak a spicce, így akár az egész az jobban utána dolgozik. Ez azért van, hogy amikor folyamatosan húzod, amikor megfogja, akkor legyen. De például most, hogyha van egy ilyen nagyon gyorsan húzott csali, vagy ilyen balinólomszerű, vagy ugye lesz majd kérdése trill, akkor arra teljesen jó a keményebb bot is. Nézzük tovább. Szeli Hugo 1809. Sziasztok, először is nagyon köszönöm a sok videót, miattatok kezdtem el pergetni, főleg a Dunán. Gumival már jött pár balin is. Tök jó ilyet olvasni. Ehhez kapcsolódna a kérdésem is, milyen fazonú wobblereket érdemes próbálni nyári balinozásnál a Dunán? Nem kifejezetten pontos típus érdekel nyilván, hanem inkább kialakítás, nyelv, forma, esetleg színek. Előre is köszönöm a válaszokon. Itt, na, te mit fogsz mondani a wobblerekkel? Én azt mondom, hogy attól függ, hogy milyen balinozásról beszélünk. Hogyha olyan balinozásról beszélünk, amit mostanában mi is csináltunk, hogy a húzó sodróba beállunk, és akkor ott gyorsan húzzuk, akkor az ilyen lipless wobblerek jöhetnek szóba, amiket láttatok már több filmünkben. A Fletched, a Berkeley-től, vagy van a Rapalának, Ripstop, vagy hogy hívják azt? Nem, nem. Ripstop, hanem mi a neve? A Flatrap. Nem a Flatrapre gondoltam, az nem az, hanem ami ilyen lipless, azt hogy hívják? Rippin Rap, az nem az? Nem, az csörög. Akkor melyik az, hogy te vagy a Rapalás? Slabrap. Slabrap, igen, az a neve. Ilyenek. Ezek a húzós vízbe, aztán amikor mondjuk bokor alá dobálunk, akkor ilyen bogárszerű ducikrenkek simán szóba jöhetnek, amikor... Sziasztok! Hello, amikor ugye hosszú dobás kell, akkor kis terelős, amikor fönt van a balin, úgyhogy attól függ, hogy hogy balinozol, olyan, ahhoz kell igazítani. Én annyit a rövid pályafutásom alatt már megfigyeltem, hogy vannak olyan kimondottan balinos csalik, például ez a Flatrap, amivel Balatonon a küszíváskor embertelen mennyiségű balint fogtunk, amivel a sodróba nem fogok. Uh-huh. Tehát, hogy azt szerintem így lehet mondani, hogy az álló vízen tök máshogy működnek, és mondjuk ugyanaz a csali, ami az adott mozgást az álló vízen produkálja, az egy sodrásban tök máshogy fog mozogni, és akkor az így kvázi akár, nem tudom, túlveredhet, vagy valami ilyesmit csinál. Tehát, hogy azért gyakorlatilag tök mások a... Hát, igazítani kell mondhatjuk. Méretbe is, a táplálékhoz, meg nagyon sok mindenhez. Nem tudom, remélem beljebb jutottál ezzel a válaszsal. Na, tök jó, ez engem is érdekel a következő. The Danger Acid újra. Hellóka! Engem a popper vezetési technikája érdekel leginkább, hogy hangot is adjon ki, és a mozgása is hatásos legyen. Örülnék, ha bemutatnátok. Ezt bemutattuk pár egy videóban szerintem egész jól, ugye a balatoni videóban. A lényeg az, hogy... Akkor ezt majd belinkeljük ide. Bedobjuk, megütöd spiccel, és utána egy kicsit lazáthat neki. Megütöd, lazáthatsz. És így gyakorlatilag csapkodod, és attól fog hangot kiadni a popper.
Én azért ezt így kezdőként ehhez hozzáraknám, hogy ezt én is tök sokat gyakorlom, és hogy egyáltalán nem egyszerű, főleg, hogyha van mondjuk még egy ilyen flóra-karbon előkéd is, ami merev. Igen, mert hogy folyamatosan fel kell annyira szedned, hogy utána meg ne maradjon laza, és akkor tudjál közvetlen kapcsolatban lenni a csalival. Meg egyébként, valamit még mondta az előbb. Bottartás is fontos. Ja, azt akartam még mondani, igen, hogy mondjuk amikor messze van, akkor föltartod akkor tök bottal. Magasra kell tartanom a botot, és amikor ahogy közeled, úgy viszed lefelé a botot. Eljebb különben lemegy a víz alá, és nem a tetején jön. Szóval ez is egy ilyen... Most sok ilyen volt, például ez nem fog talán szerepelni, mert Kevin kivágja, de itt a Tiszatónál is, hogy így mondjuk megálltunk egy balénrablást, és akkor Viktor addig nem dob rá, amíg nem rabol megint valahol. Én meg elkezdem dobálni a poppert, vagy a walkdogot, mert én így szeretem gyakorolni, hogy magát ezt a csali vezetést, mert nekem még ugyanúgy nem megy ez annyira jól, mert azért ez így sokat kell csinálni, hogy az ember igazán jól tudja. Nekem sem megy annyira sokat nem csináltam, de... És amikor először úgy éreztem, hogy már egész jól vezetem, akkor Viktor közölte még a Balatonon anno, hogy de hát ez a sebesség, ez semmi, ennél sokkal gyorsabban kell. Ott vannak a popperek, ugye így néz ki, hátsó horgosz. Beteszem a vízbe, ugye fönnmarad a tetején, egy picit így fölfelé áll. A lényeg, hogy a zsinór az feszesen álljon. Mindig föl kell szedni a lazát, és amikor indítjuk magát az akciót, akkor feszes zsinórba ütünk bele. Ez a bot amúgy nem a legoptimálisabb ehhez a... Milyen bot az optimálisabb? Egy kicsit feszesebb, jobb lenne. Tibor J. 7024. Sziasztok! Állóvizen, ami főleg iszapos, oda milyen wobbereket érdemes választani? Éjszakai pergetés J9-11-en kívül milyen típusok lehetnek jók sülőre és milyen harcsára? Éjszakai csali vezetés folyamatos, gyors-lassú vezetés vagy rángatos? Például J11-et hogyan a legjobb vezetni? De ez is embere válogatja. Én például a J11-et felemelt bottal úgy húzom, hogy fönt a kígyózzon a tetején éjszaka, hogy V betűt húzzon. Én ültem úgy még a pályafutásom legelején, egy dunai kőruganyon este kimentem, és volt ott egy ilyen öreg profi pergető, aki amikor meghallotta, hogy én még tök kezdő vagyok, akkor azt mondta, hogy akkor ő most megtanít engem valamire. És ő például azt csinálta, hogy ilyen a sodrásba iszonyat lassan, tehát ilyen alig-alig tekert bele, szinte csak ellentartotta, és akkor így, és jött is rá, fogtam aztán vele még sötétben, még balint is meglepő módon, pedig iszonyatosan lassan jött. Én nekem volt olyan... De ez kimondottan a kétrészes, a J11-ek azok a kétrészesek, nem? Hát a 11 az a mérete, a J a jointed, az a kétrészes. Voltam úgy Szolnoknál Tiszán, hogy amíg megreggeliztünk, a cimbora két kő közé beszúrta a botját, bedobta a sodróba, hát az szerintem kisebb volt, J9 vagy J7-es, és így mozgott a víztetén, és amíg megkajáltunk, fogott egy balint vele. Leverte neki így egy helybe úgymond csavargó csalit. Jó. Az, hogy egy tóhoz, tó, hogy csináljuk? Iszapos, ha menjünk ki, és akkor el kell fordulnunk majd. Úgyis messzire megyünk még. Az, hogy egy tó iszapos, az igazából semmit nem jelent szerintem pergetés szempontjából. Olyan szempontból fontosabb talán, hogy... De ez nem azt jelenti, hogy ilyen sűrűbb, vagy ilyen koszosabb a vize? Vagy lehet, hogy ezt csak én gondolom hozzá? Az, hogyha levered az aljára a gumihalat, akkor valószínű, hogy túlsúlyozott gumihallal kevésbé fogsz benne halat fogni. De inkább az a lényeg, ezt így minden kezdőnek mondom, hogyha meg kell ismerni a tónak az állományát. Mi is mindig azzal kezdtük, ugye a csukás filmben is, milyen halak élnek ott abban, mi lehet a potenciális táplálék. Most, hogyha van egy olyan tó, ahol, mit tudom én, van benne csuka meg kárász,
akkor nem biztos, hogy a J11 lesz a legjobb. Mondjuk itt el van mondva, hogy süllő meg harcsa a célhal, de tudni kell, hogy körülbelül milyen halak élnek abba, milyen táplálékhalak. Egyébként miért a csuka nem megy föl, hogy amik egy papperre meg rá tud menni adott esetben? Rá mehet. Csak azt mondom, hogy mit tudom én, hogyha van egy olyan a víz, majd itt be kell fordulni, ha van egy olyan víz, itt kell befordulni. Jó, hogy ebbe a kis izébe? Szóval az a nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mit tesznek. Na, jöhet a következő kérdés. Vagy neked van ehhez még hozzáfűzni való? Én azt mondom, hogy az, hogy meg kell ismerni azt a tavat, ahol horgászol. Kint kell lenni, fülelni kell, tapasztalatot szerezni, dobálni mindenféléket. Most hiába innen távolról nem tudom azt mondani, hogy melyik honnan lesz. Tudod, hogy távolról lehet, hogy itt van a szomszéd. Melyik lesz a jó? Én lassan húzom a J-t fönt a tetején, V betűt húzzon. Ugyanez harcsára és süllőre is jó lehet. Lovas Paci kérdezi tőlünk, ez egy hosszú kérdés lesz. Hibás beidegződésnek minősül szerintetek, amennyiben csak fényváltások alkalmával, valamint éjszaka wobblerezek? Kivétel, amikor domikat kergetek nappal. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy amikor a wobblerem mondjuk horgot kell cseréljek, és eltér valamennyit a horog súlya az eredetihez képest, akkor jelentős változást fog eredményezni a csali mozgásában, vagy merülő, lebegő, felúszó képességében? A wobblerekben lévő golyócskák, amik adják ezt a csörgő-zörgő hangot, melyik halra milyen szinten befolyásolnak? Ugye a harcsa akár 800 MHz-et is képes a rezgés hullámok révén érzékelni, de mennyire reagálnak más halak erre? Szerepe van a csörgő hangnak más halfajtáknál? Teszem hozzá, szinte minden wobbleremben van ilyen. Némely wobblerek végére helyezett színes szőr vagy toll csak a színekkel való további felingerlés szolgáltatott betölteni a wobblerek végén? Hát ez három kérdés volt. Így van. Akkor kezdjük. Egyik, hogy kezdjük hibás... a harmadik. Jó, akkor kezd a harmadikkal. A toll a végén az egy extra inger. Az egy célpont a ragadozó halnak, hogy oda kell ráütni. Az így egy megcsillanó, fölvillanó valami, ami egy ilyen célpont a ragadozónak. Ez az egyik, és akár mondjuk egy poppernél álló helyzetben is annak még van valamennyi mozgása. Aha. Ugye, mi volt az előző? A középső az volt, hogy igen, hogyha kicseréli a horgot, akkor számomra logikusan persze, hogy befolyásolja. Befolyásolja. Van, aki erre nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektet, ilyen Gégény Viktor szinten, gyakorlatilag patika mérlegen 10 gram pontosságú horogcserék vannak. Én saját részről megnézem, hogy mennyire mozog szépen, de ha már ennyire megnézed, akkor gyakorlatilag két azonos típusú wobbler között is lehet különbség mozgásban, egy picit ferdébb a vontatószem, vagy ilyesmi, és akkor már máshogy van itt, és kétszer is rabolt. Visszafelé ezt is megdobjuk. Volt egy olyan kérdés is, hogy hibás beidegződés-e az, hogyha csak fényváltáskor vagy éjszaka volt. Nem, ez tipikusan az, hogy aktív falakra horgászik valaki, amit mondtunk is, hogy aktív falakra talán jobb a wobbler, és még a csörgő-zörgő hangok is voltak, az a negyedik kérdés. Én jobban szeretem a néma wobblereket, nem tudom, hogy miért, de meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor volt úgy, hogy a csörgők húztak ki, úgymond a csávából, és csak a csörgőkkel tudtam halakat fogni. Lehetett az tükör, sima tó, és süllő jött a csörgős wobblerre, vagy fekete sügér, úgyhogy előtte dobáltuk a gumit, szép finoman teszegettük, meg sem mozdultak. Merre megyünk egyébként? Oda a táblához. És
Majd figyelni kell, mert van ilyen tuskósor. Hát ezt arra hogy figyeljük, nem látom. Ki kell majd kerülni. Általában, amik így be vannak téve izék, azok tuskókat jelölnek. Ezek oda szúrnak egy ágat, hogy ne menjenek neki. Na, nyerünk tovább. Szaniszló Ferenc 88. A wobblerek formájával kapcsolatban van valami ökölszabály, hogy mikor miért érdemes használni? A balatoni mólón, ahol horgászom, csak a hosszúkás, minó formájú wobblerek működnek, az ilyen fetched féléket nem veszi fel semmilyen hal. Szalmotril meg rapala F7 forma, amire van kapás, ha azoknál kerekebb, akkor nem csak nekem, hanem a többi sporinak sincs kapás. Mi lehet ez? Miért lehet ez? Bocsánat. Én erre azt mondom, hogy ugye mi voltunk a legjobb példa rá, hogy bármilyen wobbler megevett, amikor nagyon evett, de én is azt gondolom, hogy tipikus Balaton, küszt eszik. A balin, ami a küszre hasonlít, az fogja leginkább megenni. Nyilvánvaló hosszúkás halak. Azon belül is ugye a különböző... Az a balin is küszteve? Az is küszteve. Köszönöm szépen. Úgyhogy amit eszik, azt kell neki adni. Ha küszt eszik, akkor hosszúkás. Menjünk tovább. Elpetron 23-15. Hey! Szerintetek melyek a legeffektívebb színek? Nektek mik a kedvenceitek? Természetesen a kérdés magában foglalja azt a tényezőt is, hogy víztől, haltól, szituációtól függ. Kezdő vagyok és vásárlás előtt állok. Előre is köszönöm. Há, nagyon rossz hír, rengeteg wobblert kell venned. Én ugye nagyon sokszor elmondtam már, legyen természetes színű, az az S. Ugye ezüst hát, vagy szürke sötét hát, ezüst has. Legyen FT benne, a Fire Tiger. Fire Tiger. Fire Tiger. Legyen benne még egy harmadik is, ami lehet bármilyen, mit tudom, egy narancssárga, vagy egy sötét színű. De kb. Ez a ilyen három szín, vagy fehér, ezek azok, amik fontosak lehetnek. Most képzeljétek el, hogy mennyire nehéz egy olyan kezdőnek, aki még színtévesztő is. Én vagyok az. Nyomd tovább. Prepared 91. Nagyon jó lett ez a videó is. Ez nagyon hosszú lesz. Ez nagyon hosszú lesz, készüljetek. Megpróbálom szűrni, jó? Milyen méretű wobblert érdemes használni? Balin esetén küszíváskor próbálja az ember belőni a küszök méretéhez? Igen. Múltkor 2-3 órát dobáltam egy befolyónál, ahol zabáltak a balinok, de esélyem se volt. Esetleg mit tanácsoltok ilyen esetben? Engem érdekelne az is, hogy bizonyos halfajok, csuka, balin, sügér, harcsa, domolykó esetén milyen típusú, milyen formájú, méretű wobblerekkel érdemes horgászni. Van szerintem egy 3-4 ezer féle, amire ezt így végig lehet mondani. A videóban is említettek, hogy a Rapala SSR 7, SFC és a Rapala Original süllőre, szalmótril, balinra, ami nekem mondjuk nem adja. Bár nekem korábban ajánlották még a Rapala XRS még balinra, szóval sok-sok alternatíva van. Emiatt, ha bemegy az ember a boltba, akkor elveszik a választékban. Hát mindegyik csalinak van egy olyan tempója, amit kell tudni. Például, hogyha megnézzük a trilt, annak az a lényege, hogy veszettől kell húzni. Brutálisan. Tépni, húzni, szinte repüljön ki a vízből. Mint amikor etető kosárra rávág a balin, amikor csak húzza ki az ember. Ugyanaz a maximális tempóval kell húzni. Általában ugye ez szokott működni. A különböző rapalák, azok parcéldobás növényszéleknél, de azoknak is vannak ezek a nagyon süllyedő cuccok, ami szintén lehet, hogy kicsit erre tarthatná, ott van ilyen ág. Van
van még tovább is ennek a kérdésnek. Van egy olyan része, ami arról szól, hogy ugye egy kezdőnek nagyon nehéz abban a hatalmas választékban, a boltban választani, és hogy tök jól jönne valami fajta ilyen guide vagy tutoriál a vásárlással kapcsolatban, hogy egyáltalán mondjuk mik azok, amiket nem érdemes megvenni, vagy hogy egyáltalán, ha nem is mondjuk konkrét csalikat olyan mondom, nincs, ami, hanem hogy Balin esetén például felszín közelít, és akkor mondjuk mit tudom én, minó formát, vagy poppert, és akkor aztán még jön az, hogy előke, meg az egy külön téma lesz, de hogy így erre talán már így én is meg tudom azt így mondani, hogy, hogy én ugye rengetegféle csalit vettem úgy, hogy igazából fogalmam se volt még az elején, hogy, hogy mit, mire, de hogy az a szomorú helyzet, hogy, hogy ez annál sokkal komplikáltabb, hogy Balinra, hanem az, hogy tavon, folyón, kis sodrásban, nem sodrásban, reggel, melegbe, hidegbe, tehát hogy iszonyú sok minden van, attól függően, hogy éppen a víz melyik részében helyezkedik el a Balin, éppen abban az évszakban mit eszik, vagy mit nem eszik, és ennek fényében attól, hogy Balinra, szerintem nekem van 30 balinos csalim, ami nem egyforma. Most lehet, hogy túloztam. De, most az, de hogy így, egy csali, az, hogy Balinra használjuk a legtöbbet, az még nem azt jelenti, hogy nem lehetne vele mondjuk csukát vagy harcsát is fogni. Minden csalinak megvan ott megyünk be. Jó, ott megyünk be? Aha. Azt hittem azt a táblát mondom. No, hát az ugyanaz, ennek az útjelzője lesz. Ott a tábla felé, onnan jönnek ki. Szóval, hogy sajnos ez ennél sokkal komplikáltabb, mint hogy azt mondjuk, hogy most akkor Balinra ez jó, az meg nem jó. Én továbbra is azt mondom, hogy 2-3 alapszín kell hozzá, hogy az ember és halismeret. Meg kell ismerni azt a halfajt, amire szeretnél horgászni, és annak az időszakos táplálkozási szokásait. És utána leszel sikeres. A kérdés további része az az előkére vonatkozik, ami olyan, hogy érdemes-e használni, esetleg direktbe kötni, vagy vastagabb fluorokarbont, hogy csukás a víz, vagy mehetnek a drót előkék a wobberek elé. A vibe, az nem tudom micsoda, hogy vibe-ot esetleg szoktunk-e használni. Hát ez a... Sokan arra is esküsznek, blade-szerű vagy csalit. Az tabu, mint a dropshot? Nem, egyáltalán nem. Azon, hogy igen, egyébként érdemes megnézni a korábbi videókat, mert egy csomó olyan téma van, amiről így beszélünk, de vagy leginkább nyilván Viktor beszél. Az, hogy előkét érdemes-e vagy nem érdemes, arra szerintem így lehet mondani, hogy általánosságban az eseteknek egy nagy részében érdemes, de ez is egy olyan téma, amiről Viktor egy pince videót tervez készíteni. És akkor ott abban sokkal részletesebben beszél majd arról egy órában, hogy... Egy biztos, hogy mit, mikor, fogtam milyen. Már Balint durva drót előkével, de az a balatoni Balin apokalipszis végig drót előkével horgászunk mind a ketten. És aztán talán a vége felé Pista rak föl fluorkarbon, de ugye mivel nem tudtuk, hogy ilyen Balin tömegbe fogunk belefutni, ezért ugye drótelőkével készültünk, nagy céldobálás, hogy hát ha lesz csuka, aztán fönnmaradt a drót, mert ugyanúgy ette a hal, de van olyan pillanat, amikor hozzá nem nyúlna. Majd itt a botokra figyeljél. Jó, menjünk tovább. Szebil Wobblert használtok még? Hajaj. Persze, hogy használunk. Én nekem idén a kedvencem lépett elő, rengeteg halat fogtam ugyanavval a Wobblerrel, ami hát ugye most már Berkeley, de alapvetően Szebil volt, én, igen, ez a klasszikus. Én, mint úgymond a konkurens cégnek a támogatott horgásza, vagy teszthorgász, vagy mindegy, minek nevezem magamat, én nyilván nem használom, de hasonló csalikat használok. De ettől még ez egy jó csali. Elmegyünk a falat? El. Elmentünk.
Jó, menjünk tovább. Van egy ilyen kérdés, hogy balin horgászati szempontból mi az optimális tekerési sebesség. Ez ugye nyilván csali meg szitu függő, írod is, hogy mikor támad a balin. Mások a tapasztalataim tavon és folyón, zavarja a balint az előke? Inkább azt szokta néha zavarni, amikor nincs előke. Az jobban zavarja. Azt szerintem el lehet mondani, van, hogy olyan nem nagyon van, hogy zavar egy halat az előke, nem? Inkább az van, hogy esetleg... A drót előke nem fel... zavarhatja. Ja, hogy oké, ez igen. Ez nem a drót eszembe. Előke zavarhatja. Itt rabol a balint. Mert itt arra fordíts ki, azt akkor itt meg is állhatunk. Itt, ahogy beáramlik most a víz, ezért itt ebbe a sávba vannak alak. Elmentünk arra is, szerintem az optimális tekerési sebességnél azt azért el lehet ilyen általánosságban mondani. Más a színe a beömlő víznek, igen. Itt a zavaros, meg a tisztának a határa. Menjünk följebb, vagy itt megálljunk? Mennyi arra el, hogy itt ne zavarjuk szét a halakat. Szóval, hogy azt azért így arra lehet beszélni, nem, hogy a balin, mint hal, az egyik leggyorsabban úszó hal, és nagyon sokszor, például mondjuk egy sodrásban úgy táplálkozik, hogy gyorsabban tud úszni, mint a kis hal, és így legyorsulja, és nagyon, mivel nincs foga, rengetegszer van, hogy így neki úszik tök gyorsan, és így megüti először a kis halat, és utána fordul vissza rá, és akkor eszi csak meg. Itt elmehetünk arra középre, és akkor nyomja egy vizé holban. Szóval az biztos, hogy azt is talán így mondhatjuk, hogy nagyon sokszor az a helyzet a balinnal, ha nem is mindig, de hogy ő ugye ehhez van szokva, hogy menekül előle. Ő nem ő a beteg meg, kis halat keresi. Igen, tehát hogy ő nem az ilyen mondjuk a csuka, meg nem ami az ilyen vergődő, kis halat támadja meg inkább jellemző, hanem azt, ami menekül előle, tehát emiatt az, hogy gyorsan kell húzni, az, ha nem is minden egyes helyzetben, de nagyon sokszor az jellemző, nem? Igen, és van az a szituáció, ami nagyon sokszor nagyon sok embert becsap, például amikor az ivatékot eszi, imádja a balina kisméretű, itt is ez lesz. Nyomja egy horgonyt, légy szíves. Imádja a kisméretű ivadékokat enni, és azt a legnehezebb becsapni. Olyankor az lehet, hogy vagy lemész wobblerbe, ezek a 2-3 centis mini wobblerek, vagy ugyanilyen 2-3 centis no action gumi, és akkor szinte csak ott lebegtette, és akkor meg fog enni. Mert akkor nem gyorsan megy, szinte ugye egyálló helyébe szedi össze, de például volt olyan tapasztalatom is, hogy megállás nélkül mozgott a balin, fordult, és megszakadásig dobáltam, és nem sikerült megfogni, és az történt, hogy a fáról ilyen szárnyas hangyák potyogtak a vízbe, és azt tette a balin. És nagy balinok, és akkor volt úgy, hogy jöttek a rakósbotosok, és lőtték csúzlival a csontibábot, és azzal sikerült nekik megfogni. Szóval igazítani kell a táplálékot sokszor. Ez egy nehéz ügy, mert azért én emlékszem, hogy kezdőként tök nehéz meghatározni azt, hogy most éppen ott akkor mit eszik az a hal. De hogy nyilván... Még haladóként, meg profiként is néha nehéz. De hogy egyébként minden ide visszavezethető, nem? Tehát, hogy ott kell elkezdeni keresgélni, hogy akkor vajon abban az időszakban, azt mondjuk tudjuk, hogy mit tudom én, novemberben nem lesz tele ivadékkal a víz, mert nincsenek most már akkor ivadék. Sok esetben az van, hogy azt mondják, hogy ott van millió tűz a vízben, mélyennél meg a csalidat. És olyankor van az, hogy azért, mert a te csalid, mit tudom én, más színű egy kicsit, és akkor vagy máshogy csillan meg, vagy jobban fölhívja magára a figyelmet, mint a többi hal. Meg lehet fogni amúgy millió kis hal közül is, csak nagyon észnél kell lenni. Itt most van egy kérdés, amire te már válaszoltál, azért elmondjuk. Amiben szétrázza az orsót, a fletó, azt gondolom a fletsednek lehet a beceneve. Nem tudom. Hát elvileg nem szabad, hogy szétrázza. Azt kérdezi, hogy a felső kategóriás orsóknál, amiket mi használunk, nem okoz-e gondot a nagyon erős vibráció. Nekem egy darab felső kategóriás orsom van már, vagy hát nem tudom, mi számít felső kategóriának, ezek a Van Ford, meg a Stradic, az nekem ilyen középkategória, mert mondjuk harmad annyiba kerül, mint egy Stella, de nyilván kétszer annyiba, mint valami nagyon olcsó orsó.
De hogy így nekem még azokkal sincs ilyen gondom, sose volt. Úgyhogy nem tudom. Hát így nagyon nehéz megmondani, mert lehet olyan probléma az orsóval, hogy lepattan egy kis darab, belekerül valami, és akkor utána az tönkreteszi az egész belső szerkezetét. Hogyha valami akadozik, vagy valami nem stim, akkor minél előbb el kell vinni egy szervízbe, vagy hogyha magatoknak szét tudjátok szedni, akkor szétszedni, bekenni, átzsírozni, vagy elvinni szakemberhez. Nem szabad széthajtani. A merőleges terelőlappal felszerelt wobbereket hogy kell megfelelően használni? Például szalmotrill. Ezt már elmondtuk. Ádám kis 23. Ugye a tipikusan a trill az, amikor húzod, és a merőleges terelőlapnak köszönhetően az csak gyakorlatilag minimális oldalra billegés van, és akkor jobbra-balra kitérés. Süllőre milyen wobblert ajánlotok? Igen. Igen. Süllőre ugyanazt, amit ugye eddig mindenkinek elmondtunk, meg kell találni, hogy mit kajol az a süllő. Hát meg mikor, és mert ugye amikor éjszaka elindul a süllő, abban a fél órában táplálkozni, és feljön a tetejére, vagy mondjuk az utolsó, nem tudom, egy-másfél méterbe, akkor ott állnak a Dunán a, nem tudom, van ez a, azt hiszem SSR, az, ami az ilyen legendás rappala, aminek ilyen derékszögű a terelőlapkája, nyilván van egy csomó más gyártónak is ilyen csalja, és akkor az ott nagyon erősen veret mondjuk egy méteres mélységben, de ez kb. Csak abban a fél órában van így, amikor a süllő elkezd kajálni, amikor ott fekszik lenne az alján, akkor nem fogod megfogni a vasal. Jól mondtam? Jó. Köszönjük szépen a figyelmet. Hát megint előkerül, nekem egyébként az előkis kérdésekről, meg az előbb, amit beszéltünk, van egy ilyen dilemmám, ugye ő is most itt írja Bármicvó néven, hogy mit érzékelnek belőle a halak, például a balinok, mert hogy fogott már csukát, süllőt, harcsát előkével, de balin még soha, és hogy a vastagság mit számít, de hogy itt szerintem azért arra is beszélünk, hogy tök nem mindegy, hogy drót előkéről, vagy mondjuk fluorokarbon előkéről. Hát csak a drótról van ilyenkor mindig szó, amikor kérdezik. Én amúgy üvegtiszta vízben, lassan vezetett gumival, nagyon vastag drót előkével is fogtam már balint, De nem az a jellemző. De nem az a jellemző. Balinozni kezdesz, akkor nem kötött fel a vastag. Így van. Volt. Amikor eleve ugye már maga a technikával kiszűröd a többi halat nagy részt. Ugye balinozol, gyors tempó, néha beeshet, ahogy hívják más hal. Ugye láttunk már trillre harcsát, ugye Lukácsi Béla bácsitól csukát is hallottam már trillel fogni. Ez két lehetőség van, vagy nem jó vezeted a trillt, hogy emeled, ejtegeted mondjuk, mert lehet úgy is, de hogyha úgy téped rendesen, akkor ritkán fogja elkapni a csuka. Köszönjük a kérdéseket, nem tudom, hogy ezt hány filmbe fogjuk így beletenni, nyugodtan kérdezzetek még máskor is, és akkor majd van egy ilyen elképzelés, hogy esetleg csináljunk ilyen live videókat, amikor nem is biztos, hogy pecázunk, és akkor ott így élőben is lehet majd ilyen kérdéseket feltenni. Most már horgászunk is egy kicsit, mert már cserepes a szám. Sziasztok!